Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ, és mi baj van a világ haladásával? Nem halad? Visszafelé halad? Rossz irányba. És azon túlmenően mi baj van a világgal? Szeretetlenség, etikátlanság, elnyomás. Szeretetlenség, etikátlanság, elnyomás. És még? Manipuláció. És mi lesz, ha ebbe az irányba halad tovább a világ szerinted? Ha nem lesz aranykor, akkor leves. Gond lesz? Na most erről a mifelé halad a világ, hagyd mondjak egy-két dolgot, jó? Olvasom a néha itt a koronavírussal kapcsolatos információkat, és mindig elkap a nevetés. Komolyan, most nem vicc. Mások ugye félnek ettől a dologtól, én meg a nevetés jön rám, amikor a koronavírusról olvasok. Lehet, hogy ez megbotránkoztat egyes embert. Hát most gondoljátok bele, mit tudom én mondjuk. Van 70 olyan ember, mondjuk Olaszországban, akiről megállapították, hogy vírusa van, ez a koronavírusa, és abból ugye 3 meghalt, lehet, hogy most már 4, mindegy, de amúgy is meghaltak volna azok az emberek abban a betegségben, amiben voltak, mert gyakorlatilag ilyen betegek voltak, így van, és nem is, tehát olyan betegek voltak, akik amúgy is meghaltak volna előbb-utóbb abban a betegségben, amiben voltak. Na most, és akkor így gondolkoztam rajta, hogy mi lehet mögött az egész mögött? Mert mindig, mikor ilyen dolgok vannak, akkor keresni kell azt, hogy kinek az érdeke. Tehát kinek az érdeke, hogy most fölfújjanak egy olyan dolgot, ami gyakorlatilag, hát az influenza egy komolyabb betegség, mint ez a koronavírus. Szóval lényeg az, hogy mit tudom én, influenzában sokkal többen halnak meg a világban. Sőt, még talán arányaiban is többen halnak meg, mint ebbe a vírusban. Na most, szóval, és rendszeresen, ugye minden évben, sőt azt lehet mondani, hogy folyamatosan, mert nem északon, akkor délen, mert ugye mindig a tavasz kezdetén, illetve a tél végén szokott ez a influenza járvány előjönni. Na most, hát nyilvánvaló, hogy két oka van ennek a dolognak. Az egyik, hogy ugye Kínát vissza kellene fogni. Ez az egyik. És akkor most így próbálják visszafogni, hogy az emberek elkezdtek a félelmükben nem vásárolni kínai termékeket, meg ilyen hülyeségeket. Jó, meg nem vásárolnak a kínai boltokba, stb. És ugye, hát gyakorlatilag most így tesztelik az embereket. Nem tudom, tudjátok-e, én már hát lassan évtizedekkel ezelőtt olvastam olyanról, hogy mi várható a jövőben, tehát hogy majd ki akarják azt próbálni, valami, ezt olvastam régen, hogy ki akarják majd azt próbálni, hogy lehet a karhatalommal lezárni területeket, hogy lehet elérni azt, hogy az emberek kérjenek mondjuk lezárást, hogy lehet elérni majd, hogy az emberek kérjenek majd oltást, hogy lehet majd elérni azt, hogy az emberek kérjenek majd csippezést, hogy becsippezzék őket. Jó, és
És ugye ehhez kapcsolódóan folyik most egy társadalmi kísérlet. Tehát a társadalmat most tesztelik, hogy hogy lehet elérni azt, hogy lezárjanak egy területet, hogy kell azt megcsinálni, hogy le tudjanak zárni, mit tudom én, egy megyét, ugye ott úgy hívják, hogy kanton, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy most tesztelik a lakosságot. De ahhoz, hogy tesztelni tudják, nyilván először félelembe kell őket taszítani, természetesen. És akkor ugye azt is olvastam erről a vírusról, a koronavírusról, hogy igazából ilyen tüdőgyulladást okoz. És abba halnak meg, a tüdőgyulladásba halnak meg. Hát nem azért, de én nem tudom hány rokonom bevonult kórházba, volt aki több a lábán, aztán tüdőgyulladásba a kórházba meghalt, így van. Na most ehhez képest én nem tudom mi az újdonság. Szóval lényeg az, hogy elég érdekes ez a dolog, hogy most így tesztelik az embereket, és hát gyakorlatilag ennek, szóval mondom, nevetséges hatásai vannak, de szó szerint, és akkor így az emberekkel elhitetik, tehát az emberekkel mindent, úgy látszik, mindent meg lehet etetni. De hát nyilván kikkel lehet megetetni, hát a tudatlan néppel, persze, tudatlan emberekkel. Hát mondom, azt kell nézni, majd úgyis utólag ki fog derülni, hogy ennek a hátterében igazából mi húzódik és kik húzódnak, de tuti, hogy valami ilyenek húzódnak, hogy most, hát most nem is az a lényeg, hogy ki húzódik, inkább az a lényeg, hogy mi húzódik. Tehát ugye az a mi, az azt jelenti, hogy tesztelik, hogy lehet lezárni. Tudjátok, hogy miért, mert például mit tudom én, be akarnák majd vezetni a jövőben a világhatalmat, tehát hogy világkormányt, tehát nem kellenek nemzetállamoknak, nem kellenek kormányok az országok élen, egyáltalán nem is kellenek országok, hanem ugye legyen egy világkormány, és ha lázadoznak az emberek bármivel szemben, amit a világkormányok vagy az egyesült kormányok bevezetnek, akkor hogy lehet lezárni mondjuk egy területet katonasággal, tehát karhatalommal, rendőrséggel, stb. Stb. És ezt most tesztelik előre ezzel a hülyeséggel, és az emberek meg belemennek abba, hogy korlátozzák őket, érted? És ilyen karanténba helyezik őket. Szóval egy hihetetlen, hogy milyen világot élünk, és elhitetnek az emberekkel mindent. És konkrétan nem jut eszembe, a múltkor mond egy hírt a nejem, a hírekben volt, tehát ilyen internetes híreket néző, és ugye hát úgy, hogy e-mailbe ugye küldik az oldal, az a portál, és abba bele szokott nézni, és akkor mondom, utána nézek már annak a hírnek, és gyakorlatilag, az a baj, mert nem jut eszembe mi volt, de gyakorlatilag az egymondatos hír és az igazi hír mögötte között semmi különbség, mármint óriási különbség volt, nem semmi különbség, óriási különbség volt. Tehát gyakorlatilag egy etetés volt az egész. Csak mondom, az a baj, mert nem jut eszembe. Most a hírekről gyakorlatilag ennyi, hogy körülbelül a 10%-a igaz annak a hírnek, és a 90%-át meg hozzáköltik. Jó? Tehát az újságírók hozzáköltik. Na nézzük tovább. Tudod-e, hogy miként működik az ember? Hát jó lenne, nem? Tudni. Hát mondok egy-két dolgot az ember működésével, jó? Tehát alapvetően egy ember három részből áll. És az egyik részünk az két részből áll. Jó? Na most ez a három rész a következő. Van a testünk. Ez teljesen jó dolog, mert ezt lehet megtapintani. Van akinél megszagolni, tudod? De látni mindenféleképpen lehet, nem? Sőt, még hogyha valamit csinál az a test, akkor még hallani is lehet.
mindjárt, sőt még a szívdobogást is lehet hallani. Tehát ugye gyakorlatilag az öt érzékszervünkkel egész jól érzékelhető, nem a test? Ezért ugye mindenki tudja azt, hogy hát testünk az van. Ezt az ágát hagyd már be, jéha légy szíves, csak annyit ennek az ajtón a pontoszt úgy, és akkor ott mellette még el tudnak menni, jó? És akkor annyira nem jön be a hang. Csukd be teljesen. Úgy. Köszönöm. Szerintem ott még elférnek ott. Jó. És akkor egy kicsit. Így van, egy kicsit fogja a hangot. Köszönöm. Na szóval lényeg az, hogy erről mindenki meg van győződve, mindenki tudja, mindenki tanulta, még biológiából is, már élővilágból is, hogy van egy testünk. És van másik két dolog, amiből állunk, hát arról valahogy elfelejtettek minket tanítani. Hát már olyanról hallottunk, hogy lélek, de a legtöbb ember nem hiszi, hogy olyan létezik. Sőt, azt hiszi a legtöbb ember, hogy a lélek az egy olyan valami, ami akkor jön létre, amikor, mit tudom én, megfogan az ember, vagy megszületik, és akkor utána, amikor meghalunk, akkor a lélek is meghal. Tehát sokan ezt gondolják, ha egyáltalán gondolnak arra, hogy van lélek. Na most, hát ez nem egy mai keletű szó, ez a lélek szó. Tehát elég régen van. Tehát ami annyit jelent, hogy még a lélegzetvételünkben is benne van a lélek szó. Na most, ha valaki úgy gondolja, hogy a lélek, mint olyan, az nem létezik, akkor én csak arra azt tudom neki mondani, hogy egy kicsit utána kéne ennek a dolognak járni, mert óriási tudatlanságba szenved az az illető, aki úgy gondolja, hogy a lélek az nem létezik. Na most, mi a lélek? Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy energialény, tehát egy energialény, és egy olyan lény, amelyik értelmes, tehát egy értelmes energialény. Tehát teljesen értelmes. Tehát az ember azért értelmes, mert van lelke. Jó? Tehát ugye sokan még azt is összekeverik, hogy energia meg lélek. Tehát ugye minden élőlényben és mindenben van energia, de természetesen más típusú energia van egy tárgyban, más típusú energia van egy növényben, vagy egy állatban, ez mind más típusú, meg egy emberben. Na most egyedül ugye az emberre mondható az az energia, ami az emberben van, tehát az a típusú energia, ahogy az egy lélek. A többi lényben, élőlényben, ami nem értelmes, ott lélekről nem beszélhetünk, ott energiáról beszélhetünk, inkább úgy mondanám, hogy teremtői energiáról. Na szóval lényeg az, hogy ez két dolog, külön választható a test meg a lélek. Egy dologban ugye elég érdekes ez a történet, hogy úgy konstruálták meg ezt az egészet, mondom, megkonstruálták, úgy konstruálták meg ezt az egészet, hogy gyakorlatilag hát nem tudunk kilépni a testünkből. Ha csak meg nem tanulja valaki, hogy hogy kell kilépni belőle. Tehát lényeg az, hogy úgy ábóvó, nem igazán tudunk kilépni belőle. És nem tudjuk használni a léleknek olyan képességeit, amit egyébként tudnánk használni. Van kint valaki, aki nyit? Mert itt fölül csöngettek. Jó. Jó, szóval lényeg az, hogy ezt nem tudjuk használni. Addig tudtuk használni ezeket a képességeket, a felső csöngetés volt, itt az ajtónál, a bejárati ajtónál. De ne azt nézzük, hogy ki jött, jó? Oké. No, szóval, de addig lehetett használni a léleknek a képességeit, nagyon érdekes módon,
ameddig nem nőtt be a fejünk lágya, szó szerint értve. Tehát szó szerint értelmezve, addig, ameddig nem nőtt be a fejed lágya, addig a lelked egy kicsit másfajta képességeket is tudott mutatni, mint azóta, mióta benőtt a fejed lágya. Tehát a maga ez a kemény boltozat, ami itt van a fejünk tetején, ez eléggé korlátoz minket, illetve a léleknek a működését több dologban is. Na szóval, tehát vagyunk eddig két dologból, és van egy harmadik fontos részünk, ez pedig az elménk. Az elménk, amely gyakorlatilag kettő részből áll. Van egy tudatos része, és van egy ösztönös része. Na most ezt folyamatosan keverik a spirituális emberek, vagy az ilyen spirituális tanítók, akik foglalkoznak a szellemmel, azok folyamatosan keverik. Egyik azt mondja, hogy bal oldalt van a tudatos rész, a másik azt mondja, hogy jobb oldalt van. Na most ez egyértelműen, megnézzük, ugye ebben tényleg nagy keveredés van, mert az embernek a jobb oldala a férfi rész, bal oldala a női rész. Ami azt jelenti, hogy melyik rész, melyiknek kellene tudatosnak lenni, hát nem a nőnek, hanem a férfinak. Melyiknek kellene érzelmesnek lenni, hát nem a férfinak, hanem a nőnek. Tehát ami azt jelenti, hogy ez az érzelmes oldalunk, ez a tudatos oldalunk. Jó, és olyan, mintha itt szépen ketté vágnánk az ember, minden, ami jobb oldalt van, az a férfias oldal, egyben a külvilág. Oké? Tudatosság, külvilág, férfias oldal. Bal oldal, érzelem, nőies oldal. Oké? Jó? Tehát nem keverjük ezeket a dolgokat. Ha bárki keverje, keveri, azért keveri, hogy téged összekeverjen, jó? Vagy azért tanulta így összekeverve, hogy őt keverjék össze, jó? Tehát ha bármilyen más információt hallasz erről, hogy az direkt hamis adat, tehát hamis adattal látnak el. Na most akkor nézzük meg, hogy hogy működik, ami a legfontosabb, ugye az, hogy jó hangulatban tudatosak vagyunk, rossz hangulatban ösztönösek vagyunk. Tehát az érzelmi oldal az ösztönös rész. Jó? Na most, nagyon érdekes, amit el fogok mondani, hogy az állatoknak nincs tudatos része. Tehát nincs ilyen két agyféltek és működése. Az állatnak csak egy agyféltek és működése van, az az ösztönös működés, tehát az érzelmi alapú működés. Na most ösztönből nincs gondolkodás, tehát amikor ösztönösen cselekszik az ember, ugyanúgy, mint az állat, nem gondolkodásból cselekszik, hanem tapasztalásból. Tehát nem gondolkodik, hanem ösztönösen a tapasztalatot használja. Jó? Tehát ez ahhoz, hogy a ösztönös tapasztalatot használja, az nem kell gondolkodni. De nem a pozitív tapasztalatot, hanem a negatív tapasztalatot használja az ember ösztönösen. A pozitív tapasztalathoz nagyon érdekes, gondolkodni kell. Tehát hogyha az ember pozitív tapasztalatot akar használni, akkor elő kell szedni a tudatosságát és gondolkodni. Ha nem akar pozitív tapasztalatot használni, hanem egyszerűen csak emlékezik valami múltbéli negatív, vagy emlékezteti valami a múltbéli negatív eseményre, akkor gyakorlatilag azt az eseményt használja. Tehát mondok példát, ki az, akinek van autóvezetői jogosítványa? Oké. Ki az, aki már viszonylag sokat is vezetett?
Oké. Jó. Na most, ha valaki sokat vezetett, tehát amíg friss jogosítványod van, vagy tanultad a vezetést, inkább úgy mondom, amíg tanultad a vezetést, addig úgy tanultad a vezetést, hogy mindenre oda kellett figyelned. Tehát nem tudtad ösztönösen csinálni a váltást, a kuplungot, a gázt, a stb. A kormányzást, ezt nem tudtad ösztönösen csinálni, mindenre tudatosan oda kellett figyelni. Na most, ha az ember sokat vezet, akkor elraktározódik az, amit csinálsz, és akkor onnantól kezdve átmegy ösztönbe. Tehát ha már valaki sokat vezetett, akkor nem kell figyelni arra, hogy mikor kell váltani, mikor kell kuplungolni, mikor kell gázt nyomni vagy féket, és a kormányt hogy tekerje, stb. Mert ez teljes egészében átmegy a baloldali agyféltekés működésbe ösztönösen. Tehát ha az ember valamit sokat csinál, az lehet pozitív dolog vagy negatív dolog, teljesen mindegy ebből a szempontból. Tehát a pozitív dolgot is, ha sokat csinálod, átmegy ösztönbe. Világos ez? Ha egyszer csinálsz valami pozitív dolgot, akkor az nem megy ösztönbe. De ha egyszer csinálsz egy negatív dolgot, az átmegy ösztönbe. Na, erre várjál gombot. Tehát a negatív dolog az ösztönként rögzül, a pozitív dolog pedig akkor rögzül, ha sokat csinálja az ember. Tehát ezt nagyon jól meg lehet figyelni például az állatnál, ezt a fajta működést, hogy az állatnak azért ugye negatív cselekvések alapján megtanul dolgokat, hogy mi jó számára vagy mi rossz, és ha pozitív dolgot akarnak vele tanítani, akkor sokszor kell vele elgyakoroltatni. Tehát például a kutyát megvered, többet nem csinálja. Ha verés nélkül akarod tanítani, akkor sokszor kell tanítani neki. Világos ez? Tehát például ugyanez a macska is. A macskát jól megvered, többet nem fogja csinálni. Tehát egy alkalom. Ha tanítani akarod, akkor ezt sokszor kell gyakoroltatni vele, és akkor ezt úgy hívjuk, hogy beég. Beég a memóriájába, az elméjébe, inkább úgy mondanám. Tehát beég a elméjébe. Tehát ugye az állatnak is van elméje, csak nem tudatos. Tehát olyan, mint nekünk az ösztönös rész. Tehát amikor az ember valamit sokszor csinál és pozitív dolog, akkor egy idő után beég, és akkor átmegy ösztönösbe. Jó? De érdekes, mondom, még egyszer mondom, hogyha valami negatív dolog történik veled, akkor az azonnal egy alkalommal beég. Jó? És átmegy ösztönbe. Na most ez a legfőbb problémája az embernek egyébként. Ez a fajta reaktív működés. Ez a fajta ösztönös működés. Többen ülnek itt, ugye tegeződünk, többen ülnek itt, akik még most vannak itt először. Osszatok ki nyomtatványt, jó? Mert oda is kellene osztani, oda is kellene, oda is. Te már kitöltötted, Mária? Nem baj, akkor is, ha először van itt valaki, ki kell tölteni. Tehát első alkalommal van nálunk egy rendezvényen, akkor ki kell tölteni, jó? Köszönöm szépen. Oké. Okay. Jó, ez csak egy ilyen kis felmérés. Jó? Ilyen felmérőlap. Jó, és akkor majd kérem szépen, hogyha szünetben, hogyha kitöltöttétek, jó? Te töltöttél már ilyet? Hát akkor neked is kell. Ott van? Jó, szuper. Nagyon jó. Oké. Okay.
No, akkor nézzük tovább ezt a fajta működést. Tehát ezt mondtam, hogy ez a legnagyobb problémája az embernek. Ugyanis az ösztöneink negatív része úgy működik, tehát az, amikor történik veled egy negatív esemény, és akkor az azonnal beég az elmébe egy alkalomtól. Ugye ez úgy működik, hogyha az érzékszerveink alapján bármit érzékelünk, ami hasonlít arra a negatív eseményre, és az illető éppen nincs jó hangulatban, akkor az illető elkezdi ugyanazt csinálni, mint mikor a negatív esemény történt. Tehát mondjuk például valaki megütötte magát. Jó, mondjuk elesett. Elesett. És megütötte magát. Ez rögtön beég az elmébe, ha az illető nem értette meg annak a körülményeit. Na most, hát én nem találkoztam még olyan emberrel, aki ezt tanulás nélkül ezt jól csinálta volna. Tehát mivel nem csinálja jól az ember, ezért történik egy esemény, és mondjuk egy elesik, megüti magát. De mondjuk üsse meg magát annyira ez a példa alapján, hogy sír. Oké? Tehát el kell sírni, mert úgy megütötte magát. Ez mindegy, hogy most gyerek vagy felnőtt, jó? Nem értette meg az elesésének az okait, a miérteket, stb. Nem foglalkozott ezzel a kutya se, ezért beégett rögtön. Tehát beégett az is, ami ahol volt, ahogy elesett, amit megütött, ahogy álltak a környezetében lévő tárgyak, ahol volt ez az esemény, akár amilyen időjárás volt, ha ez kint az utcán történt, mindent elmentette az elme az érzékszerveken keresztül, még azt is, hogy mekkora szél fújt akkor. Oké? És minden el van mentve, és bármilyen jövőben emlékezteti az érzékszerv az elmét arra, tehát az azt jelenti, hogy hasonlít valami arra az eseményre, akkor az illető elkezdi azokat az érzéseket előszedni. Tehát az elme előszedi azokat az érzéseket, és az illetőnek mondjuk elkezd fájni a térde, illetve úgy elkezd fájni, hogy elkezd sírni a fájdalomtól. Oké? Na most, tehát ha neked bármilyen betegséged van, bármilyen, jó? Ami rendszeresen előjön, tehát nem egy megfázás, tehát nem egy ilyen, ami előjön, azt elmúlik. Tehát nem olyan, hanem ami ilyen rendszeres, akár tartós. Jó? Tehát tartós esemény. Tuti, hogy ahhoz valami múltbéli negatív esemény köthető. Hód biztos. Oké? Na most, hogy ezt hogy gyomláljátok ki? Na ezt meg most nem mondom el. Mert ez képzés témánk. Jó? Hogy lehet ezt megoldani? Ezt nem fogom elmondani a díjmentes részbe. Jó? Aki szeretne szenvedni egész életében, annak nem kell itt tanulni. Oké? És nem kell megtanulni, hogy ezeket hogyan kell megoldani. Jó? Tehát ha ilyen heveny betegség van, ugye nem idült, hanem heveny, az a heveny azt jelenti, hogy például megfázás, vagy egy influenza, jó? Vagy mit tudom én, bármi olyan, ami jön, megy. Jó? Tehát jön, elmúlik. Tehát nem tartós.
bármi olyan, ami ilyen hevegy, tehát jön és elmúlik, tehát mit tudom, megteszi a bizonyos lépéseket, az ember az elmúlik, jó? És nem is jön vissza, tehát nem ilyen visszaköszönő, mint mondjuk a mit tudom, aszma, jó? Vagy az allergia, mert az visszaköszönő, tehát olyan, ami szépen elmúlik. Na azok pedig abból jönnek, hogy valami olyan esemény történt most, előtte, az előtt, mielőtt ez a betegség történt, valamikor az előtt, ami kiváltotta ezt a, annak a tünetét, annak a betegségnek a tünetét, jó? Tehát az illető belebetegedett valamibe gyakorlatilag, tehát valamilyen élethelyzetébe belebetegedett, oké? És amikor az ember az élethelyzetét valamilyen szinten megoldja, akkor kigyógyul abból az élethelyzetből. Világos ez? Jó? Na most ezek is, hogy hogy történnek, hogy milyen olyan dolog van, ami előidézhet ilyen betegség tüneteket? Hát ezt most nem fogom tanítani, erre is van direkt képzésünk. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy az ember elsajátítja ezeket az ismereteket, és képes arra, hogy mondjuk egészségesebben, sokkal egészségesebben élje az életét. De van egy alapja ennek az egésznek. Nem egy dolog az alapja, hanem több dolog. Az egyik alap az az etikus élet. Jó? Tehát az etikus élet az ilyen, ilyen részletek vannak benne, hogy erkölcsösség, becsületesség, tisztesség, és akkor ezeket hogy érjük el? Jó? Tehát hogy érjük el ezeket? És hogy tartsuk meg? Na most a legnagyobb etikai problémák nem a kifejezett cselekvésekkel van, nem avval van a legtöbb probléma, hogy valaki ártó tettet hajt végre, hanem nem cselekvést művel. Tehát a nem cselekvés is cselekvés, csak éppen ellenkező irányú. Ami azt jelenti, hogyha szándékosan vagy nem szándékosan, teljesen mindegy szinte, elmulaszt olyan dolgokat, amit bezzegő szeretne vele megtenni más. Hát akkor ne csodálkozzon, hogy ennek ártó tett következménye lesz. Ugyanis az ártó tettnek mindig az illetőre negatív következményei lehetnek, amelyik négy területen jelenhet meg. Az egyik terület az a betegség, a másik terület a baleset, a harmadik terület a családi problémák, és a negyedik terület pedig az anyagi problémák. Tehát a problémák ezen a négy területen jelentkeznek, és az ember elkövet egy ártó tettet, vagy egy mulasztást, oké? Akkor annak, mivel a mulasztás is ártó tett, ránézve valamelyik területen következménye lesz, méghozzá olyan területen, amiből a legjobban kibogozható, hogy mit kellett volna neki az életében másként tennie, jó? Másként csinálnia. Szóval lényeg az, hogy az egyik az etika, ami nagy mértékben befolyásolja a problémáinkat az életben, mert a problémák azok soha nem véletlen, hanem mindig következmények. A másik pedig az ember hangulata. Ugyanis, ha az ember rossz hangulatú, akkor, és minél rosszabb hangulatú, annál több ártó tettet művel, ugyanarról az emberről beszélek. Természetesen. Nem egy másikról, hanem egy bizonyos szeméről van szó. Ha valaki már jobb hangulatában is hajlamos volt a
az ártó tettekre, akkor rosszabb hangulatban még több ártó tettet csinál. Ha valaki jobb hangulatában nem volt hajlamos az ártó tettre, akkor rosszabb hangulatban hajlamos lesz rá. Mondok példát, hogy értsétek. Jó? Tehát lehet, hogy valaki a neveltetésénél fogva tudja, tehát belenevelték, hogy mi az etikus és mi az etikátlan cselekvés. Tehát, hogy mit szabad vagy mit nem szabad. De ha megnézed, ha az emberek hangulata romlik, ha nem is kezd el mondjuk ártó tetteket művelni, de elkezd mulasztani. És egyre több és több mulasztása lesz, ahogy romlik a hangulata. Tehát mik azok a romló hangulatok? Tehát hogyha te bármikor ellenségességet mutatsz bárkivel vagy bármivel szemben, akkor már nem vagy jó hangulatban. Ez a bármi lehet egy esemény, egy történés, egy helyzet, egy probléma, vagy éppen egy tárgy. Oké? Vagy egy állat. Tehát bármivel, vagy bárkivel ellenségességet mutatsz, vagy érzel, teljesen mindegy, már is rossz hangulatban vagy. Nem nagyon rossz hangulatban, csak egy kicsit. Ennél rosszabb hangulat, ha bárkivel, bármivel szemben haragot táplálsz. Ennél még rosszabb, ha bárkivel, vagy bármitől, bárkitől, vagy bármitől félsz. Ez még rosszabb hangulat. És ennél még rosszabb hangulat, hogyha bárkivel, vagy bármivel szemben bánatos vagy. Oké? És ennek arányában, ahogy most így mentünk lefele a hangulatokba, ennek arányában az emberek követnek el egyre több és több, magukhoz képest egyre több és több ártást. De a neveltetéstől, tehát a neveltetésből kifolyólag, sok embernél ez az ártás, ez nem igazán szándékos tett, hanem mulasztás. Mondok példát. Nézd meg egy bánatos embert. Gyakorlatilag ő ártásokat már nem sokat csinál. Direkt ártás a következő, hogy lehúzza a környezetében lévő embereket a hangulatával. Tehát ez a direkt ártás. Az indirekt ártása pedig az, hogy nézd meg a bánatost, gyakorlatilag ül magába roskadva, és nem lehet, tehát nem csinál semmilyen hasznos dolgot. Világos ez? Tehát gyakorlatilag teher a környezete számára egy bánatos ember. Méghozzá komoly teher egy bánatos ember. De ha megnézzük például, e fölött, ti hangulatban, nem sokkal fölötte van, de az még nem egy ilyen magába roskadt hangulat, mondjuk az együttérzésre vágyó személy. Tehát egy olyan személy, aki együttérzésre vágyik. Tehát, hogyha te együttérzel vele, akkor az számára szimpatikus. Jó? De az ilyen embereket is megnézed, lehúzzák a környezetükben lévő jó hangulatú embereket. És nem csak lehúzzák, hanem nem annyira, mint a bánatos, de mégis egy komoly tehertétel a környezete számára. És abszolút még nem aktív szint. Tehát egy olyan ember, aki mondjuk együttérzésre vágyó, annak nézd meg a környezetét. Például a tisztálkodását, ez beleértve önmagára, vagy a lakására. Oké?
Tehát gyakorlatilag nincs energiája tisztálkodni, vagy tisztán tartani a lakást egy együttérzésre vágyó embernek. Oké? Na most azzal gondold végig, hogy milyen tehertétel a környezete számára, mert mondjuk ott bűzlik. Érted? Mert nem mosakszik rendszeresen, mondjuk naponta. Oké? És mindent elhanyagol. Trehány. Érted? Nagyon. Nagyon trehány. És lehetett az akármilyen tiszta és pedáns, régen mikor jó állapotban volt, ezen a hangulaton már nem az. Tehát egy komoly tehertétel a környezete számára, tehát gyakorlatilag ártó tetteket követel avval, hogy nincs energiája, és ki kell őt szolgálni, és helyette mindent meg kell csinálni. Érted? Na most, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetekben, ezt megint csak nem fogom tanítani, majd a képzéseken el tudjátok sajátítani. Tehát ugye két alap dolog van, amit az embernek ismernie kellene, az egyik az etika, másik, hogy a különböző hangulatokban az ember mire képes és mit művel. Jó? Na most, ha az emberek ezt nem tudják, akkor simán állatként idomíthatók. Ma a társadalom egy idomított társadalom. Ezt ugye tudjátok. Tehát megnézed a legtöbb ember között, és mondjuk egy kutya között mi a különbség? Mi a különbség? Hát gondold végig. A kutya se gondolkodik, meg az emberek se, nem? Jól mondják, hogy a kutya se. Akkor nézzük meg. A kutyának is hasonlóképpen telnek a napjai. Meg az embereknek is nagyon hasonlóképpen telnek a napjai, nem? A kutyának, mit tudom, az a dolga, hogy vigyázzon a házra vagy a lakásra. Érted? Na most, az embernek meg az a dolga, hogy eljárjon dolgozni, nem? Ha a kutya vigyázott a lakásra vagy a házra, vagy éppen mit tudom, mi tetszett a gazdának, a viselkedése, jó, akkor ezért a megjutalmazza kajával, nem? Nem így van? Na most téged meg pénzzel jutalmaznak meg, hogy elvégezted a dolgodat, nem? Tehát jobban megnézzük, mit tudom én, ha a kutya megijed, elkezd ugatni. Az emberek megijednek, szintén elkezdenek ugatni. Nem? Láttál már dühös kutyát? Ugat, nem? És vicsorít is. Hát mint az emberek. Tisztára, nem? Tehát most jobban megnézitek, mit csinálnak a kutyákkal. Hát mit tudom, megtanítják, hogy mit tudom, illedelmes legyen, ne ugráljon az emberre, nem? Megtanítják, hogy mit tudom én, ha enni adnak neki, akkor ne lökje föl a gazdáját, nem? Megtanítják, hogy mit tudom én, ha rászólnak, hogy ülj, akkor üljön, ha feküdj, akkor feküdjön, nem? Megtanítják esetleg, hogy ha eldobnak valamit, akkor hozza vissza. Hát olyan sok dologra nem szokták a kutyákat tanítani, max a nyomozó kutyákat, vagy az ilyen kereső kutyákat, ugye, meg mondjuk a ilyen vakvezető kutyákat, de hát az egy dolog, hát a legtöbb kutya az ennyire van tanítva, amit elmondtam, aztán többre nem, meg hogy tudjam mondjuk sétálni a gazdája mellett pórázon nyugodtan, vagy akár póráz nélkül is nyugodtan, ne szaladgáljon össze-vissza, tehát mit tudom, ilyenekre ugye megtanítják a kutyákat. Na most nézzük meg, mire tanítják az embereket. Ja? Hát valami hasonlóra. Érted? A kutyát is meg lehet tanítani, hogy ne ugasson, nem? Most képzeld el,
mikor egész éjszaka ugat egy kutya, hogy lehet tőle aludni. Ezt a fogja, azt a gazdája megtanítja, hogy ne ugasson. Hát az embereket is meg lehet tanítani, hogy ne ugassanak. Nem? Befogják a szájukat. Nem? A kutyát meg lehet tanulni, hogy ülsz. Az embert is meg lehet tanulni, tanítani, hogy ülsz. Hazamegy, bekapcsolja a tévét és ülsz. Tudod? Miért nem ezt csinálja? Kutyát meg lehet tanítani, hogy feküdj, az illető hazamegy, először az ülsz, utána megnézi az órát, pih, most már feküdj van. Érted? Ennyi. Miért nem ez van? Hát megtanítja. Hát eljött az idő, feküdj, nem? Az óra neki a feküdj. Tehát nem magától fekszik le, hogy akkor, amikor akar, érted? Ránéz az órára, és az óra parancsolja neki, feküdj. Nem? Tehát ugye a kutyának is van egy bizonyos dolga, lehet, hogy mit tudom, az, hogy csak szórakoztassa a gazdáját, vagy a jól érezze vele a gazdája, vagy lehet, hogy az, hogy védje, vagy őrizze a házat, vagy a lakást. Ugye van dolga. És ezért cserébe ugye a gazda tartja. Na most gondolj bele, azok az alkalmazottak, akik bejárnak dolgozni, hát azokat is tartják. Nem? Ha elvégzik a dolgokat, érted? És akkor tartják őket, meg kifizetik őket. Érted? Tehát a legtöbb ember már sajnos ugye itt Európában már nem maga talál ki dolgokat és maga tartja el magát, nem. Hanem mint egy kutya, érted, a gazdáját. Csak ugye itt legtöbb embernek a gazdája az a főnök, nem? Úgy hívják az emberek gazdáját, hogy főnök. Megnézed, nem sok különbség, nem? Tehát valahogy a kutya akkor normális, ha idomítják, na most az ember akkor is tud normális lenni, ha nem idomítják. Tehát az embert nem kell idomítani. De hol kezdődik az idomítás? Tudod, hol kezdődik? Az idomítás ott kezdődik, hogy óvoda. Ez nagyon hasonlít a kutya óvodához. Az ember óvoda, meg kutya óvoda, nagyon hasonló. Majd jön a kutyaiskola, ugye a kutyáknak, az embereknek meg az emberiskola. Idomítják. Ezt úgy hívják, hogy tudjad, hogy szociális idomítás. Tehát az embernek tanítani kell állítólag a szocializálódást. Na most erről csak annyit szeretnék mondani, erről az állítólagos szocializálódásról. Hogy a múltkor egy olyan eset volt, hogy benn voltam egy ABC-be, egy ABC áruházba, éppen mondjuk egy fordítva volt, mert egy CBA volt, mindegy. De ez nem a reklám helye. Így van. És jött két anyuka. Nem ismerték egymást, teljesen vadidegen. És mind a kettőnek volt két olyan kisgyereke, hogy a két kisgyerek még nem tudott beszélni, de járni már tudott. Mit gondoltok, mennyi idő kellett ahhoz, hogy a két kisgyerek már egymással kommunikáljon és játszon egymással? Meglátták egymást, sorbaállás volt, egymás után álltak a sorba a pénztár előtt. Érted? Oda jött az egyik anyuka a gyerekkel, utána nem sokkal, rögtön utána a másik anyuka. Érted? Tök vadidegen anyukák voltak. Hát szerintem egy percen belül. De a két anyuka az nem kommunikált egymással. Na most akkor melyik a szociálisabb? Vajon az anyuka, aki kijárta az óvodát, az iskolát, mindenféle iskolát, szocializálták mind a két anyukát, a két kisgyerek még nem szocializálódott, és azonnal kommunikált egymással. És beszélni nem tudtak, meg gagyogtak, tehát így gügyöréztek, érted? De megértették egymást. Érted? Teljesen. Na most a szocializálódás az, hogy az emberek tök jól el vannak egymással, ugye ezt jelenteni. Na most a két anyuka meg egy kukkot nem szólt egymáshoz.
és utána az egyik ment erre, a másik arra, érted? Hát ha megnézed, kifejezetten azt a célt szolgálja az emberiskola meg az emberóvoda, mint a kutyánál a kutyaóvoda meg a kutyaiskola, hogy betanítsák az embereket, érted? Betanított jószág legyen az ember, és azt csinálja, tehát a szocializálás azt jelenti, hogy azt csinálja, ilyen egyen dolgot csinálja, érted? Beidomítsák, egyen dolgot, persze. Tehát ne azt csinálja, amit akar, nem, akarat az ne legyen, hanem azt csinálja, amit csinálnia kell, érted? Amit a társadalom úgymond elvár tőle, érted? Miért nem így van? Nehogy azt mondta, hogy nem így van. Hát ha valaki azt mondja, hogy nem így van, akkor az vak. És akkor ugye ez a társadalmi idomítás, hogy alkalmazott, 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 majd eljön az nyugdíjba vonulás, akkor meg megkapja a nyugdíjat, aztán utána várja az állam, hogy minél hamarabb földobja a talpát, hogy minél kevesebb nyugdíjat ki kelljen fizetni, vagy kelljen kifizetni, érted? És akkor erről szól a legtöbb embernek az élete. És akkor ugye ráadásul még az állam most már szigorít is ezzel kapcsolatban, hogy ha elmegy nyugdíjba, akkor lehetőleg tényleg hamar elpatkoljon, mert az egészségügyi ellátását valahogy nem nagyon akarják támogatni. Oké? Okay. Mert már ugyan ő nem befizető, hanem már csak élvező. És akkor mintha meghatározzák azt, hogy mintha egy bizonyos kor után már meg sem ütik, stb. Stb. Nem tudom, tudod-e, hogy van ilyen, hogy betöltötte a 70 évet, most találkoztunk a napunkban egy olyan emberkével, aki 70 év fölött van, és ki kellett volna venni a prosztatáját, és azt mondták, már nem. Mivel 70 év fölött van. Nem számít, hogy mi van, akkor se veszik ki. Pedig ha nem lenne prosztatája, akkor még pisilni is tudna. De így nem tud. És akkor mindenféle kezelést csinálnak vele, szenvedtetik az embert, ahelyett, hogy kivették volna. Nem. Mivel 70 év fölött van, már nem veszik ki a prosztatáját. Képzeljétek el. Ez ilyen új rendszer. Érted? Tehát már azt mondják, hogy 70 fölött már nincs műtés. Na most mondok egy példát ebben kapcsolatban. Nem tudom, tudod-e, hogy az USA-ban hány éves kortól mennek nyugdíjba az emberek? Ugye mindig a társadalmunkra az USA minta. Tehát minden onnan jön. Jó? Tehát mindenben az USA-t követjük. Nem tudom, tudod-e, hogy mikor mennek nyugdíjba? Tehát hivatalosan. Hát lehet ilyen előnyugdíj, meg korkedvezményes, de nem, a hivatalos nyugdíj 70 éves kor. És akkor erre már bevezetik azt, hogy mondjuk 70 éves kor után már nincs műtét. Nagyon jó, mi? Alakul ez a dolog. Jó világban élünk. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem tudnak ilyen dolgokat, de azt se tudják. Tehát nem tudják, hogy hogyan működik az ember. Tehát nem tudják. Tehát nem tudják azt, például, hogy az ember életében minek milyen hatása lesz rá. Érted? Ezt se tudják. De azt se tudják, hogy hogyan működik az élet. Tehát megkérdeznéd mondjuk magadtól, mi az életed értelme? Még egyszer kérdem, mi az életed értelme? Mit mondanál erre? Hát tanulás, mit értünk az, hogy tanulás? Az olyan széles tartományú dolog, ott lehet ott aztán mindent tanulni, hülyeséget is. Nem? Annyi hülyeséget tud az ember tanulni, sőt,
Hát nézd meg, az általános iskola, meg középiskolában annyi hülyeséget tanítottak, érted, hogy századát nem használod, amit ott tanultál. Nem hogy a tizedét, a századát nem használod. Hát de fejlődés a testi fejlődés is, nem? Hízzunk! Az is fejlődés. A lelki fejlődésre meg azt mondjuk, hogy a legtöbb ember azt se tudja, mi az. Mi az, hogy lelki fejlődés? Nem? Hát kérdezd meg. Megkérdeznéd a legtöbb embertől, mi az, hogy lelki fejlődés? Nézne rád, mint borjú az új kapura, így van. Így van. Körülbelül. Tehát mi az értelme az emberi életnek? Mi az értelme? Oké? Akkor vagy nézzünk egy másik kérdést. Miért születtél le? Mit kell ebben az életben megtanulnod jól? Például ezt tudod? Hát akik itt tanulnak, azok ilyeneket tudnak, azt is, hogy mi az élet értelme, meg azt is, hogy mire született tőle. Azt is tudja. Tehát hogy mi a küldetése? Tehát a küldetés az egy cél. Na most a célhoz meg van oda vezető út. Tehát akkor van út, ha van cél. Ha nincs cél, akkor nincs út. Érted? Tehát az emberektől megkérdeznéd, hogy mi az ő küldetése, célja, életének a célja, amiről leszületett, fogalma nem lenne. Fogalma, a legtöbb ember? Hát mondjuk megkérdezni 10-10 mondaná, hogy nem tudja. Nem PPA-sokról van szó, jó? Azok tudják. Hanem idegenről, külsősökről. Hát most gondolj bele, ha az ember nem tudja, hogy mi a célja, akkor afelé nem tud haladni. Nem? Hát csak afelé tudunk haladni, amit tudjuk, hogy merre kéne, hova kéne tartani. A legtöbb embernek fogalma nincs. Tehát a legtöbb embernek megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy mi az életének az értelme, akkor olyan dolgokat mondanának, ami nagyon hasonlít az állathoz. Együnk, ígyunk, pihenjünk, játszunk, mert az is van, akkor úgy állat is szeret játszani, tudod? Nem? És legyen kölykünk, ugye úgy hívják, hogy gyerek, az állatnál kölyök, nálunk gyerek, neveljük fel, nem? Legyen lakásunk, vagy házunk, odunk, nem? Vagy fészkünk, nem? Hát de azt megnézzük, hát pont ugyanolyan az állatoknál, nem? Hát nehogy már az állattal azonosítsuk magunkat, nehogy már egy embernek annyi célja legyen, mint egy állatnak. Nem? Nehogy már azért szülesse le egy ember, mint egy állat. Na most, ugye mivel kezdődött az egész? Nézzük csak meg. Avval kezdődött, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé a világ halad, nem? Akkor szerinted te miért születtél? Hát hogy kivezessük az emberiséget ebből a hát pöcegödörből, amiben vagyunk. Nem? Nem pocsolya, ez rosszabb. A pocsolya az még ehhez képest jó. Ez pöcegödör. Érted? Hogy kivezessük. Tehát most te, mint egyén, azért születtél, hogy kivezessük, hát egyedül nem tudod, ezért mondom többen számba, kivezessük az emberiséget ebből a pöcegödörből, amiben van. Érted? De miért kellene kivezetni? Ha legtöbb ember tök jól elúszkál abba a szmötyibe, ott a pöcegödörbe, azt hiszi, hogy az a Kánaán.
Igen, mert úszkálhat, így. Mert nem tudja azt, hogy benne mi fán terem az a lélek, és annak mi a célja. Mert az a testnek a célját megnézed, a testnek a következő célja, egyen, igyon, levegőt vegyen, persze az ott van, a levegővétel van, nélkül nem megy, jó, tehát levegőt vegyen, igyon, egyen, jó, akkor egészséges legyen, nem? Akkor pihenjen, nem? Megszórakozzon. Ennyi a test célja. Ha jobban megnézed, nem? Oké. Okay. De van bennünk egy másik rész, amit léleknek nevezünk, amiről nincs ismeretük az embereknek. Sajnos így van. Nem tudja, hogy a lélek az mire lett teremtve. Tehát a lélek nem úgy létrejött csak úgy magától. Az teremtett. Az létre lett hozva. És tudod, mire lett teremtve a lélek? A teremtésre. A teremtésre lett teremtve. És a teremtő, aki teremtette a lelkeket önmagából, azért teremtette, hogy megossza a teremtést, hogy legyen segítsége a teremtésben. Ehhez képest a legtöbb ember vajon a teremtőnek segítsége? Hát nem úgy néz ki, inkább teher a teremtő számára. Tehát a teremtésben segíteni a teremtőt. Nyilván van, aki ebben előre haladottabb állapotban van, van, aki kevésbé. Hát a világegyetemben az értelmes lelkek közül az emberi lelkek vannak leghátul. Bizonyám, a teremtésben leghátul kullogunk. Miért? Mert minden leszületéssel nullázódik a tudás. Lenullázzák a tudásunkat minden leszületéssel. Ezért minden leszületéssel újraindítod a tudásod gyarapítását. Hát ugye elég nehéz megtanulni sok mindent, hogy mindig lenullázunk. Most képzeld el, mit tudom én, bármit eddig az életedben megtanultál, most lenulláznák. Hát akkor tanulhatnál újból megint mindent, nem? Na ugyanígy van az életünk. Tehát ugye az a jó, hogyha megmaradna a memória. És miért nem marad meg ez a memória? Tehát miért nem emlékszünk a régi dolgokra? Hát most gondolj bele, mondjuk az előző életedben emlékezni, hogy hány embert gyilkoltál meg. Hú, de jó lenne. Biztos frankó lenne, nem? És az a baj, hogy nem tudod azt megcsinálni, hogy a pozitív tudást, azokat felhalmozd az életek során. Ezt nem tudod megcsinálni. Tehát gyakorlatilag egy élet során kellene elérned azt, hogy olyan szintű etikai és tudatossági szintre kerülj, hogy ne kelljen visszakerülni egy olyan fajta kezdéshez, létformába, mint amit most az ember csinál, amit úgy hívnak, hogy inkarnáció, reinkarnáció, ugye? Mert mikor újra születünk, akkor inkarnálódunk. Amikor törlik előtte ugye az összes információt, ami előző életedből összeszedtél. De ugye miért kell törölni? Ugye még egyszer mondom. Mert akkor nem kellene törölni, hogyha feltétel nélkül tudnál szeretni, megmutatom, hogy mit tudnál, jó? Itt van.
hogy tehát ha képes lennél szeretetben, békében és boldogságban élni azért, még nem is ez. Menjünk egy arrébb. Hol van? Ez nem az. Jó, akkor mégiscsak az. Jó. Tehát az együttműködést kerestem, csak azt most nem találom. Na mindegy. Tehát képes legyél szeretetben, békében, boldogságban élve együttműködni másokkal. Tehát ameddig ezt nem tudod egy életben produkálni, mindig inkarnálódsz. Világos ez? Még egyszer mondom, hogy jól bevésődjön. Tehát egy élet folyamán meg kell tanulni szeretetben, békében és boldogságban együttműködve másokkal élni. Ameddig erre nem vagy képes egy életen belül, addig reinkarnálódsz és inkarnálódni fogsz. Tehát meghalsz, újra születsz, meghalsz, újra születsz, meghalsz, újra születsz. Világos? És ha egy élet során eléred azt, hogy képessé válsz szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal, akkor a következő életben már nem kell reinkarnálódnod. Mondom, nem kell, te visszajöhetsz ide a földre, inkarnálódhatsz, csak ebben egy bökkenő van, vagy buktató van, hogy akkor megint törlik a tudást. És akkor ugyanúgy végig kell csinálni. Világos ez? Na most, de ha az ember már akkor jön le, amikor már megtehette volna, hogy ne jöjjön le. Mert választhatta volna, hogy ne jöjjön le, és ne reinkarnálódjon. Akkor van egy olyan, hogyha megmarad az ember jó állapotban, akkor kap földön túli mennybéli segítséget ahhoz, hogy mit, hogy tegyen. Oké? Ha jó állapotban marad. És vezetik végig az úton. Tehát én azt választottam, hogy végig vezetnek az úton. És utólag nézve, ez a vezetés, ez teljes egészében fellelhető. De az volt a különbség, ugye köztem és a többi ember között, akiket én ismertem, megismerek, hogy én megmaradtam jó állapotúnak. Érted? És ha az ember alkalmazottként éli le az életét, akkor nem tud megmaradni jó állapotban. Sőt, akkor sem tudsz jó állapotban megmaradni, ha alkalmazottakkal kell bajlódnod. Leginkább az ember tevékenységét, nem, életét, a tevékenysége befolyásolja. Mert hiszen avval foglalkozol a legtöbbet. Napi szinten, nézd meg. Tehát a foglalkozásoddal foglalkozol a legtöbbet naponta. Sőt, még hetente is. És a foglalkozásunk befolyásol leginkább minket. Ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy kinek mi a foglalkozása. Mi PPA-sok azt is tudjuk, hogy mi lenne az ideális foglalkozás számodra. Honnan tudjuk? Megvan neked írva.
ugyanúgy megvan írva, hogy a küldetésed megvan írva, az élet küldetésed, ugyanúgy megvan írva, hogy milyen foglalkozást kellene űznöd. Az a baj, hogy a legtöbb ember nem ezt csinálja, mert nem tudja, hogy neki megvan írva, hogy minek kéne lenne a foglalkozásának. Na most, senkinek nem kéne lennie alkalmazottnak. Még egyszer mondom, az alkalmazotti lét az lerontja az ember hangulatát. De nem csak az alkalmazotti lét rontja le, hanem az alkalmazottakkal való foglalkozás is lerontja az ember hangulatát. Tehát akkor olyan foglalkozást kellene űzni, ahol nem alkalmazott vagy, és nem foglalkozol alkalmazottakkal. Jaj, de érdekes. Gondold végig. Jó, most akkor ehhez képest nézd meg, hogy most ezt csinálod-e. Tehát egy olyan fajta foglalkozást művelsz, ahol nem foglalkozol alkalmazottal, alkalmazottakkal, de nem, te nem is vagy alkalmazott. Oké? Ugyanis ha valaki kikerül ebből a létformából, ott nincs olyan, hogy alkalmazotti lét, és nincs olyan, hogy alkalmazottakkal foglalkozni, mert nem léteznek alkalmazottak. Világos ez? Tehát most te tanulsz olyan dolgot alkalmazottként, amit soha nem fogsz tudni az összes többi életedbe hasznosítani. Király, otthon vagy. Oké? Tehát mi emberek meg tudjuk azt csinálni, hogy egy élet során eljussunk egy olyan szintre, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együtt működni másokkal. Jelenlegi társadalmi forma erre egyébként alkalmatlan. Tehát a demokrácia alkalmatlan erre. A kapitalizmus meg végképp. Oké? Okay. Ezt az újfajta társadalmi formát úgy hívnák, hogy aranykor. Nem kapitalizmus, nem szocializmus, és nem is diktatúra, de nem is demokrácia. Oké? Okay. Ahol egy hierarchikus működés van, ahol minden a képességek alapján működik, és mindenki a képessége alapján teszi a dolgát, és helyezkedik el a társadalomba. Ez a hierarchia és a hierarchikus működés. Oké? Okay? És ez rossz hír azoknak, akik gyenge képességűek, de nagy hatalomra akarnak törni. Azoknak nagyon rossz hír. Ezért a gyenge képességűek, akik most hatalmon vannak, természetesen ők nem akarnák, hogy megváltozzon a világ és aranykor legyen. Oké? Okay? Tehát most képzeljétek el, abba a társadalmi formában, hogy aranykor, az, mutatom mindjárt, hova? Az aranykora szeretet, a béke és a boldogság kora. Hát most nem ebben élünk. Vannak spirituális személyek, akik azt mondják, hogy hát már aranykor van. Á, igen, és szeretet, béke és boldogság kora van. Hát ha azt mondanánk, hogy melyik időszak állt a legközelebb hozzá az elmúlt 100 évben, akkor azt mondanánk, hogy a 70-es évek második fele, 80-as évek első fele. Az a 10 éves korszak. Na, az állt a legközelebb a szeretet, békés boldogság korához. Na most attól folyamatosan távolodunk. Társadalmi szinten. Oké? Okay? És az aranykor például
Nincs szükség az aranykorban olyanra, hogy hatalom. Tehát nincs szükség. Nincs szükségre olyanra, hogy főnök. Érted? Hát nyilván, ha beosztott nincs, akkor főnök sincs. Oké? Tehát olyanok vannak, hogy tanács. Tanácskozás. Különböző szinteken, és a különböző szintek választanak magukból, kiválasztják a legjobbat. Érted? És azok is kiválasztják magukból a legjobbat. És azok is a legjobbat. Tudod hány ember választ mindössze? 7. Nem, mit tudom én, választ mondjuk 10 000 ember egy polgármestert, csak most mondtam valamit. Nem. 7 ember választ egyet. Majd a sok 7 ember egyes számú választottjaból megint 7-esével választanak. Tehát megismerkednek egymással, együttműködnek, utána választanak. Ki választák a legjobbat? Világos ez? Hát nem tudom, mikor volt ilyen, de illetve tudom, mikor volt ilyen, mert az elmúlt 1000 évben nem volt ilyen. Jó? Tehát még a törzsi időszakokban voltak ilyenek. Jó? Szóval lényeg az, hogy ezt az aranykort kimérték rám, és bocs, de ezáltal rátok is. Hogy létrehozzuk közösen az aranykort. Meg kell csinálni. Miért? Megmutatom miért, jó? Nagyon egyszerű, szaladunk egy kicsit. Mindjárt odafutunk, és utána be is fejezem. Hoppá, már túlmentem mindenek. Jaj, de jó, már be is zártam. Nagyon jó. Oké? Az emberiség számára csak egyetlen út van. Ugye nézem, igen, jól, utolsó oldalon van. 2035-től létrejött aranykorba jutás. Az egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 2026. január 1-től számított 9 év kell. Jó? Tehát ha most számítjuk, akkor 15. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? Na, ez a kulcskérdés. Tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. Aki a testét nem táplálja, az meghal. 2012. december 23-tól, aki elutasítja a lelki fejlődést, azaz nem akarja a lelki táplálékot, az nem éri meg az aranykorba jutást. Legalábbis ebbe a testbe. Tehát kivonják őket. Ugye senki nem gondolja azt, hogy nem rendelkeznek arról, hogy te mikor halsz meg. Tehát mindenkinek megvan pontosan, nem előre, hogy mikor hal meg, hanem fogják és mondjuk leállítják a szívét, vagy megpattintanak egy eret, vagy bármit, érted? Vagy előidéz a lelke mondjuk egy betegséget, érted? Vagy egy olyan balesetet, így van. És az illető fogja, de a lélek mindent utasításra csinál. Azt azért ugye mondanám. Méghozzá fenti utasításra, mert fentiekkel kommunikációban van a lelkünk. És mindent utasításra csinál. Tehát ő engedély nélkül a lelkünk semmit nem csinál. Oké? Mivel utasításra csinál, ha olyat nem tud a lélek csinálni, hogy megölje mondjuk a testet, semmi gond, akkor fogják és mondjuk álmában megállítják a szívét. Vagy éppen mit tudom én, telefonál, és a következő pillanatban már halott. Érted? És semmi előzménye nem volt. Szóval a lényeg az, hogy
nem ártana ezeket a dolgokat egy kicsit komolyabban venni, és tenni azért. Tehát most gondolj vele, mit veszíthetünk azzal, hogyha megcsináljuk az aranykort? Csak nyerhetünk, nem? Gondold végig. És mit veszíthetünk akkor, hogyha nem lesz meg? Tudod mit? Mindent. Mert megvan az oka, hogy miért, hogyha nem lesz az aranykor ezen a bolygón, akkor ezt a bolygót likvidálják. Nem az emberiséget, a bolygót. Tehát ennek megvan a konkrét oka. Az egész bolygót szétrobbantják. Építhetnek itt a föld mélyére bunkereket, meg stb. Nem számít. Hát a szétrobbantásnál nem számít. Utána összeszedik a lelkeket, és viszik egy olyan bolygóra, ami már készen áll ahhoz, hogy kőkorszaki körülmények között elinduljon újból ez a fajta működés, ami itt kezdődött. Oké? Tehát ez már meg van csinálva. Kész. De ezt nem kell hinni. Semmi gond, majd meg fogsz róla győződni, nem hiszed el. Jó? Ennyi. Tehát, és ez nem ijesztgetés. Tehát az ijesztgetés az, ami nem fog megtörténni. Tehát itt nincs más választás, csak az, hogy megcsináljuk az aranykort, különben az egész megy a levesbe. Érted? Ez nem ijesztgetés. Tehát nem lesz olyan, hogy várjunk, majd a fentiek megoldják. Na most kérdezném, hogy az elmúlt 10 000 évben mit oldottak meg a fentiek helyettünk? Ők segítenek, de helyettünk nem oldanak meg semmit. Világos ez? Tehát, hogyha mi nem tudjuk megoldani, akkor alkalmatlanok vagyunk a túlélésre. Ilyen egyszerű. Oké? Tehát nem igaz, hogy nem tudjuk megcsinálni együtt. Megcsináljuk és kész. Oké? És ehhez keresünk társakat. Szó szerinti társakat. És ezt az egész képzési rendszert úgy alakítottam ki, hogy minden szükséges tudás meglegyen ahhoz, hogy az emberek be tudjanak jutni az aranykorba. Oké? Ez azért tudtam így kialakítani, mert ebben a fentiektől segítséget kapok. Oké? Tehát mondok egy nagyon rövid példát, még bár már rég be kellett volna fejeznem, hogy azok a személyek, akik itt tanulnak, tehát elkezdik az itt tanulást, és elkezdik észrevenni, hogy elkezd az életük rendeződni. Nyilván nem fog rendeződni, mert ahhoz nem elég, hogy csak valaki tanul. Kellene segíteni másoknak is, hogy mások tanuljanak. Tehát az ember akkor teljesíti a küldetését, ha tanul, használja a tudást, és átadja a tudást. Tehát akkor van a küldetés teljesítve, hogyha át is adja a tudását és a tapasztalatát. És ha valaki csak tanul, és nem használja a tudását, mert ilyenek is vannak, akkor miért segítség fentről? Nyilvánvaló, hogy aki tanul és használja a tudást, azt jobban fogják segíteni. De azt még jobban, aki segít másoknak is, hogy ők is tanuljanak, és használják a tudást. Oké? Jó? Na, hát ennyi fért bele a képzésünkbe, az első részbe. A második rész az 20 perc szünetet követően kezdődik, és egészen 9:45-ig tart. További szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!
Sziasztok, uraim!